Vakok Intézetéből mozgásjavítóiskola és Lajta Béla. Zuglóban vagyunk, ahol elég közel, ha nem is lépten nyomon, de megtalálható jó pár még álló Lajta Béla épület. Így az első Malonyai villa, a Vakok Intézetével egyidős amerikai úti idegsebészet, ma idegsebészet kórház épülete, és a későbbi Radnóti gimnázium. Tehát Zuglóban vagyunk, és azért, hogy megnézzük a 1903-ban épült Vakok Intézetét, ami ma már a mozgásjavító iskola és kollégium. Ez volt Lajta Béla első nagyszabású tervezése és épülete, ami 1908-ban készült el. A híres finn építész Saarinen nyomán és az északi romantika ihletésében, mondjuk így, a romantika fuvola hangja, írta róla anno egy kritikusa. Monumentalitás, ez az egyik legfontosabb építészeti jellemzője, amikor ritmus formált a díszítményből, egyedit a hagyományból. Pár évvel később épült meg a Vas utcai felsőkereskedelmi iskola, a szakgimnázium, amit már két éve láthattak az egy helyben. Az alapítójáról Vekszelma háznak is nevezett Vakok Intézete, tehát Lajta egyik első komoly nagy épülete, ami ugyanúgy az északi romantikus építészet, elsősorban finn építészet mintáit követte, mint a korban velük párhuzamosan, illetve vele párhuzamosan Kós Károly és a követői barátai. Ez egy T-alakú, nyers téglaburkolatú, négyszintes épület, magas tetővel, jellegzetes Saarinen ablakokkal és egy jelentős nagy boltíves bejárattal. De ez is, mint ahogy Lajta egész munkássága, két korszak határánál díszítésében, apró részleteiben még tanúsítja a magyar szecesszió hatását. Lajta is nagy Lechner rajongó volt, megformálásában azonban már valami más, a kor úttör áramlatainak megfelelően modern, vagy amit később modernnek neveztek. De Lajta minden részletre figyelt. A kerítésbe szervesen beillesztve ismert költemények strófáit találjuk. Érdekes ez a nagy nyers tégla tömeg és a két különböző kapu, ami ezt megpróbálja megtörni, ezt a homlokzatot, és természetesen vannak állatfigurák, feliratok, népművészeti motívumok, ami később is jellemzőek lesznek Lajta építészetére. Itt is egy Lajtára jellemző apró finomság, a kerítésben több helyen brélírással vannak ezek a bizonyos versek belefoglalva. A kovácsolt vas kerítésen állatfigurák, és azt azért tudni kell, hogy 120 éve, amikor ez az épület nagyjából épült, még nem volt olyan városi épület, ahol a magyar népi motívumok ilyen erősen és tisztán megjelentek volna. A főbejárat egy hatalmas bogja boltív, benne pásztorfaragások, népművészeti motívumok, de ószövetségi idézetek is. Ha pedig bejövünk, akkor jól láthatóak az üvegfúvások az ablakon, ami szintén a zsidó formakultúra és a népművészetnek ami sajátos eleje, ahogy a menóra ágakból tulajdonképpen egy életfa nő neki, itt alul pedig ezek a szintén életfa motivumok szegecsből kiverve, szintén talán a vakokra, illetve hát a brélírásra emlékeztetnek. De hogyan lett ez a Vakok Intézete Hermina mezőn, és hogyan alakult később át mozgásjavítóvá? Kellett ez egyrészt a város egyik leggazdagabb polgára, a lovaggá avatott Vekszelman Ignác és neje Neuschloss Zsófia. A férfi építési vállalkozó volt, a Dohány utcai zsinagóga kivitelezője, de nagyrészt ő irányította az íbül tervek alapján készülő épületek kivitelezését, a várkertépítéstől a vámházpalotáig, egyetemi épületektől a mágnás fertály palotáig. Feleségével 44 évig éltek házasságban, de gyerekeik nem voltak. Közösen is végrendelkeztek, és talán azért, mert Vekszelman elveszítette egyik szeme világát is. Talán emiatt is gondolta
vakokra, amikor a végrendeletében 3,5 millió aranykoronát hagyott a vaknevelő intézet létesítésére. Lajta Béla 4 évig dolgozott a terveken, ennek megfelelően át is tervezte, egy jóval monumentálisabb épület született, és 2 cél vezérelte. Egyrészt, hogy egy célszerű, világos és világos elrendezésű épület szülessen, másrészt pedig megfeleljen a kor egészségügyi előírásainak is. Ezért van 2 különböző bejárat, a főbejárat és a tornateremé a homlokzaton. Lajta a kollégiumi részt a T-alakú épület udvar felé nyúló szárnyába helyezte. A ház persze mindig csak egy váz, amiben különböző funkciók válthatják egymást, így a Vakok Intézetének az első 50 évében is volt itt hadikórház az első világháború idején, aztán ide költöztek a vakok mellé az izraelita süketnémák, és 1944-ben pedig a zuglói menekítőtábor része lett zsidó menekültekkel, ahol a Vörös Kereszt, a Nemzetközi Vörös Kereszt védelme alatt állt az épület, ennek megfelelően SS katonák is védték. Háború alatt az épület ideiglenes katonai és rendőri szálláshelyként is működött, viszont 1944. december 3-án a nyilasok a védelem ellenére betörtek az épületbe, és a tábor járóképes lakóit Bergen-Belsenbe deportálták. A bujkálók keresésekor a nyilasok több mint 50 embert, köztük siketnémet gyerekeket is lemészároltak. 1944-ben mindenhol menekültek voltak, például itt a tornateremben is, ahol alig 50 évvel korábban még a híres újságok által is megénekelt évzárók, zenés programos évzárók voltak. Itt és az alatt levő pincehelyiségekben összesen 110 ember zsúfolódott össze, aludt, élt, és még bizonyos szinteken most is megvannak az akkori lefaladásoknak, elfaladásoknak a talpnyomai. Második tétel a budapesti mozgásjavítóiskola története. 1903-ban hozták létre a nyomorék gyerekek egyletét és menhelyét. Ez 1913-ban költözött a szomszédba. A tanít, gyógyít, kiképez 3-as alapelvre alapozó szisztémát a II. Világháború után szétdarabolták, és így történt meg az, hogy a Lajta Béla tervezte Vakok Intézetéből az államosítást követően előbb idegen nyelvi főiskola, majd 1955-ben a mozgásjavító lett. Többek között ez lett a hazai paralimpiai mozgalomnak is az egyik bölcsője, amikor 1970-ben újraindították azt a sportegyesületet, ami már itt korábban működött, és Halasi Olivérről, a lábszár amputált kétszeres olimpiai bajnokról nevezték el. Ez a HOSC. A bővítésre sokáig várni kellett, aztán jó 10 éve megépült, amit most látunk, és a 2 épületet összekötve együttesen lehetett használni a mozgássérült gyerekek fejlesztésére, gyógykezelésekre, illetve oktatásra szolgáló helységeket, valamint a diákotthont. Az akadálymentes új szárny a 2 műemléképületet egy hátsó tengelyre fűzte fel. Ma már a Mexikói út egyik mellékutcájából, a Korong utcából van a főbejárat, és itt kapcsolódik az új tömb a régihez, egy világos, sokkal dinamikusabb és mozgalmasabb, színesebb épület a statikus Lajta épülethez, ami nagyjából átlósan csatlakozik hozzá, és elvezet egészen a 2. szomszédban lévő mozgásjavító eredeti épületéhez, ami szintén az egész komplexumnak a része, hogy elég bonyolult legyek. A Korong utcai bejáratnál még egy apró kis finomság, a hátunk mögött van az a rózsaszín házával, az igen hardcore esőcsatornával. Sok lakóhelyek közül ez volt az egyik, ahol József Attila lakott, ez viszont arról híres, hogy itt írta a város pereményt. Lajta Béla a nyers téglás épülete nem csak egy tragikusan rövid pályának a nyitánya volt, de a magyar modern, előmodern építészetnek is egy jelentős háza. Az új épület mellette inkább az ellenpontja, és így áll egymás mellett egy 110 éves és egy
jó 15 éves modern épület.